Döntetlen született. Elégedett az eredménnyel? Hát az eredménnyel nem, mert úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés nekünk állt, még a végén is, de úgy gondolom, hogy a szép számú szurkolóknak jó mérkőzés volt, izgalmas. Én azt mondom, hogy nekünk azért volt jó mérkőzés, mert olyan játékosok játszhattak most ezen a mérkőzésen, akik azért a bajnoki mérkőzéseken nem jutnak szóhoz, és hál' Istennek azt láttam, hogy mindenki úgy oda tette magát, ahogy egész héten elvártuk, és meg vagyok elégedve mindenkinek a teljesítményével, hatalmas gratuláció Nagy G-vel. Hétköznapi mérkőzés volt. Hétvégén lesz bajnokiuk? Hétvégén hál' Istennek nincsen bajnoki, most ugye nyalogathatjuk a sebeinket, mert azért van sérültünk is sajnos, de remélem, hogy jövő hétre azért felépülnek. Ez a hétvége a lazulásról szól, remélem, hogy regenerálódnak hétfőre, és jövő héten már újból bajnoki mérkőzés. Két mérkőzésen vannak túl a Liga kupában. Milyen esélyekkel várják a harmadik mérkőzést? Bocsánat, egy mérkőzésen vagyunk túl, ez volt nekünk az első mérkőzés, az előző mérkőzés az a kupa mérkőzés volt. Hát úgy gondolom, hogy én a Liga kupát úgy tekintem, hogy igenis, amit az előbb is mondtam, hogy azoknak a játékosoknak szeretném odaadni, akik bajnoki mérkőzéseken kevesebbet játszanak, és remélem, hogy ugyanilyen elánnal, ugyanilyen hozzáállással fognak a következő mérkőzéseken is hozzáállni. Kevesebb szerep jut neked a bajnoki mérkőzéseken. Hogy élted meg, hogy gyakorlatilag végigjátszottad ezt a Liga Kupa meccset? Hát igen, sajnos kevesebbet játszok, de nagyon jól éltem meg, hál' Istennek. Végigjátszottam a mérkőzést, úgy gondolom, hogy teljesítettem, és remélem, hogy a továbbiakban is több szerepet fogok majd kapni a bajnoki is. Tehát egy jó bemutatkozásnak gondoltad. Milyen volt a pályán a csapat összetétel ebben a viszonylag ritkán előforduló formában? Hát igen, nagyon ritkán előfordul, ugye. Sok fiatal játszott nálunk, de úgy gondolom, hogy teljes szívvel mindenki oda tette magát. A közönség egy nagyon szórakoztató és harcos mérkőzésnek volt szemtanúja. Úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Typical third day's match. But the first point in this season. What is your impression in this match? Yeah, first of all, you know, it was a not so good match, but we fight, you know, both teams were fight, and it was easier for us because they played without foreigner players, and we have a lot of ups and downs, and in the end we succeed to take one point, and it's, you know, it's easier to breathe now a little bit. Some players play not so the same position as the another match. Yeah, we try in this Liga Cup to you know, because we don't have enough players, and we try to make somebody in offense, in defense also, to improve some movement and you know, to use them in the next matches. Are you satisfied with the team? You know, when you take a point, you have to be, you know, more satisfied than in the previous game, but we have to work more, and I hope it will be better. Gyere közelebb egy picit. A tipikus hétköznapi meccsnek tűnt. A nagyszámú nézők közönség viszont úgy látom, hogy elégedett volt. Te hogy élted meg a mérkőzést? Úgy gondolom, hogy a mérkőzést jól kezdtük, aztán jöttek sorú technikai hibák, amiből a szerelé tudott építkezni. A mérkőzésen rengeteg hullámvölgy volt, voltak jó periódusok, amiből építkezni kell, a pontosságra kell inkább még figyelni. Ez a nagyszámú technikai hiba jellemző a csapatra. Javul, vagy tudtok ezen túl lendülni? Bízom benne, hogy javulni fog, ezeket majd az edzéseken kell kijavítani. Milyen volt a Cegléd ilyen összetételben? Erre számítottatok? Hát nem igazán erre számítottunk, azt hittük, hogy több játékos fog játszani a Ceglédbe. Furcsa volt, ugyanis többször játszott a két beállóval, ami szokatlan a Cegléttől. Tehát egy kicsit megleptek benneteket ezzel a felállal. Mondhatni, igen. Ez zavarta meg a csapatot? Emiatt voltak a technikai hibák? Hát szerintem ez is szerepet játszott, igen.